Sziasztok! Nagyon fontos nap jön holnap, és meglátjuk, hogy ez a kamat csökkentés egyrészt lesz-e, mekkora mértékű lesz, illetve hogy milyen hatása lesz a technikai részvényekre, a nasdaq illetve a Nasdaq mozgása hogy befolyásolja a bitcoin mozgását, és az egész egyáltalán hogy függ össze a likviditással, ami a piacon van, és a többi, és a többi. De mielőtt ezt megtesszük, legyetek kedvesek, dobjatok egy lájkot erre a videóra, tudjátok, hogy nagyon ritkára fel videót, ezt nagyon utálja YouTube algoritmusa. Úgyhogy legyetek kedvesek ezzel egy kicsit, mutassuk meg neki, hogy igenis hasznosak tudnak lenni ezek a videók. Tehát kezdjünk is bele, már is felhúzom itt a a képernyőt picibe. Igen, ezt a képet azért raktam be, hogy el ne felejtsem mondani nektek, hogy ilyen képekkel illusztrált uh, hírek, uh, a híreknek az árfolyamokra gyakorolt hatása, illetve uh, nagyon jó csártelemzések vannak folyamatosan a Discordunkon, úgyhogy ha gondoljátok, akkor gyertek a Discordra. Uh, az elmúlt időszakban már többször bizonyítottam, hogy uh, mindig előre hívom a bitcoinnak a következő árszintjét. Reméljük, hogy ezúton sem lesz ez másként, vagy ma sem lesz ez másként, hiszen ma arra vállalkozom, hogy a Nasdaq és a Bitcoin összefüggésében megmutassam nektek, hogy az az árszint, amit korábban jeleztem a Discordon, az hogy fog beteljesülni, illetve beteljesül-e. Úgyhogy menjünk is mindjárt a rizikó disclaimer, ezt olvassátok el, és ha ezt megtettétek, rögzítsétek ki a videót tudom, hogy valaki sose rögzíti ki, úgyhogy hagytam egy kis szünetet, tehát menjünk is át mindjárt a bitcoin a csártyára, ahol is, ugye tettem föl, ez a Coinbase-nek egyébként a csártya, hogyha megnézitek, és átkattintatok például mondjuk a bitstamp vagy a USDT csártyára a Binance-nek, akkor látni fogjátok, hogy egyébként nagy különbségek tudnak lenni az árban. Tehát mondjuk a, Bit a Coinbase-en most a Bitcoin 58.480, itt meg 476, itt meg 490. Én most a Coinbase-hez ragaszkodnék, méghozzá azért, mert általában ez tudja nekem a legpontosabb predikciókat adni, amikor dollárra kerekítve. Figyelem, hogy hova tart a bitcoin. Ugye ezután, a likviditás kivétel után kiraktam a Discordra, hogy el fogunk indulni felfele, és el fogjuk érni ezt a felső likviditás pontot, és azt is mondtam, hogy ha ezt eléri, akkor majd meg tudom valószínűleg mondani, hogy forduló fog-e következni, vagy pedig megyünk tovább egyenesen felfele. Na most, ugye hétvégéig, ugye látjátok, hogy pénteken bezárt a tőzsde, és általában az szokott lenni, hogy hétvégén egy kicsit dumpol a bitcoin a többi assethez képest, tehát például a Nasdaqhoz képest is, és ugye láthatjátok, hogy a, volt egy kontraktváltás, hogy mi az a kontraktváltás, hogyha tudjátok, mik azok a futures csártok, -ok, akkor tudjátok, hogy ezek a futures csártok -ok, ezek konkrét lejárati idővel rendelkező szerződéseknek az árszintjeit mutatják, és egy ilyen szerződés, egy ilyen három hónapos szerződés járt le, aki esetleg kereskedik Forexen, illetve indexen, az tudja, hogy a tegnapi nap az egy borzasztó csopi, leföl, oda-vissza rossz nap volt gyakorlatilag, ez azért volt, mert ez volt a kontraktusnak az utolsó napja, és láthatjátok, hogy egy hatalmas nagy geppel nyitott, ezt egy ilyen kontrakt nyitó nyitórésnek hívjuk, de hogy miköze van ennek a bitcoinhoz, ezt mindjárt el is mondom, a lényeg az, hogy ezt a ezt a részt itt, ezt ne felejtsétek el, és szeretném nektek megmutatni, ugye ez egy két órás csár, de hogyha átmegyünk a napos csártra, akkor láthatjátok, hogy minden ilyen kontraktus váltás, amit itt alul jelez is a trading view, láthatjátok, hogy ez melyik kontrakt, a júniusi kontrakt, ez meg már a szeptember-decemberi kontrakt, tehát negyed évente van a Nasdaqon váltás, és ha megnézitek, akkor itt mindig vannak ilyen gepek. Hogyha ezt kitörlöm minden, hogy lehessen látni. Hogyha megnézitek, akkor itt is volt egy ilyen gap, nem tudom, hogy ez mennyire látszik, de mindjárt megmutatom nektek, berajzolom rajzolom ide a csártra. Itt is van egy ilyen gap. Na most mi a lényeg ezekkel a gepekkel kapcsolatban, és hogy függ össze nekünk ez a bitcoinnal bármilyen módon? Úgy függ össze, hogy ugye egyrészt, hoppa, Egyrészt ugye ezt az árszintet vártam, és azt reméltem, hogy ha a Nasdaq elviszi ezt az árat, addigra a Bitcoin is el fogja vinni a saját magának arányaiban kijelölt árszintet. Ez egy borzasztó rossz predikció volt olyan szempontból, hogy a Nasdaq már elérte az árat, a BTC pedig nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk elérni ezt az árszintet, de ami nagyon fontos, hogy amiatt, hogy holnap kamad döntés van, ezt valószínűleg, és remélem, hogy a kamat döntés előtt nézed még ezt a videót, valószínűleg ezt, a, ezt az ársávot, ezt a mindjárt mondom 61.194-et, ezt csak akkor fogjuk elérni, amint ezt a nyitó gepet a Nasdaq részlegesen vagy teljesen betöltötte. De akkor most nézzük meg a napi csártra, nézzünk vissza. Ugye ma van az új kontrakt, tehát ez a gyártja még nem záródott be, de azt kell látni, hogyha visszanézitek az elmúlt nyitógepeket, és megpróbálom ezt nektek szépen berajzolni, úgyhogy lássátok, egy ilyen szép kis négyzettel, ugye ez itt zárt be, ez a nap pedig itt nyitott, és ha megnézitek ezt a csártot, akkor ezt a nyitógepet betöltötte. Kicsit, nem nagyon, de majdnem. Majdnem nagyon, majdnem teljesen is, hogyha rakok egy ugyanilyen négyzetet ennek a nyitógepjére, akkor láthatjátok, hogy itt ezt tikre betöltötte, és csak a példakedvér megmutatok nektek még egy ilyen kontraktus nyitógepet, és higgyétek el, hogy ez mind össze fog állni, és le döbbenve, amikor a végére érünk ennek a videónak, mert látni fogjátok, hogy ezt mindig úgy érte el, hogy ugye ezek napok, egy-egy az egy-egy nap. Mindig volt egy egy likviditás kivétel, és van egy különleges mozgása az algoritmusnak, amiből lehet látni, hogy melyik ilyen likviditás kivétel fog azzal végződni, hogy beszakad a csárt. És ezt most nem fogom nektek itt elmondani, de a mentorálás keretében elmondom a személyes mentorátjaimnak, hogyha érdekel egyébként ez az opció, akkor telegramon keressetek meg. A telegram csoport címe van itt a videó alatt, ott pedig bent van az én személyes telegram címem, tehát a következő. Ezután, a likviditás kivétel után betöltötte részlegesen ezt a gepet a Nasdaq. Ugye itt elég sokat ment föl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, majdnem két hétig ment föl, ez decemberben volt, ugye nyilván a karácsonyhoz közeledve, a Mikulás rally közepén a kontraktus váltás máshogy viselkedik, mint egyébként más esetekben, például itt, ahol mindjárt a következő nap kirántotta a likviditást, nézzétek meg első nap teteje, és ez a tüske itt ki is vitte ezt a likviditást, és már szakadtunk is be, és töltöttük be ezt a gepet. Na most, amit érdemes itt látni, hogy ugye itt is két nap után ez megtörtént, itt, és itt pedig az történik, hogy gyakorlatilag elértünk egy fontos likviditás kivételt, tehát ez a likviditás, amit itt, amiről itt beszéltem, ez megtörtént, és amit most várunk az az, hogy a mai nap valahol, bárhol is álljon meg a mai nap, lehet, hogy itt egy ilyen magasan fog megállni, nem tudom előre megmondani. De azt várjuk, hogy a következő gyertya az gyakorlatilag ö, csináljon egy likviditás kivételt, ugyanígy egy, ö, egy kanóccal fölfele, és utána vegye ki részlegesen ezt a ezt a, a kontraktus nyitó gepet, ami ugye itt van, így és ha észreveszitek, akkor itt ez egy nagyon enyhe emelkedés még, és utána egy beszakadás. Na most a két verzió, ami, amilyen hatása lehet ennek a bitcoin csártyára, az az, hogy az egyik, hogy itt egy hatalmas nagy volatilitással kivesszük ezt az árszintet, és utána fogunk csökkenni egészen addig, amíg részlegesen vagy teljesen be nem tölti a Nasdaq ezt a kontraktus nyitó vagy a másik verzió, aminek nem örülnék annyira, az az, hogy ö, nem megyünk fel oda, hanem egészen addig itt fogunk oldalazni ebben az alacsony 55 ezer dollár körüli sávban, amíg a Nasdaq be nem tölti azt a bizonyos gepet, amit ugye itt láthattok. Nekem az a véleményem egyébként, hogy valószínűleg fel fogunk menni ide, és utána jövünk le. Annak na, a, két, a két fontos dolog, és ez az egy fontos dolog, ami kétféle kimenetellel rendelkezhet, az az, hogy a, ha kiveszi ezt a likviditást, akkor utána hogyha amíg tölti azt a gepet a nasdag, addig sajnos le fogunk tudni menni ez alá az árszint alá, ami 52530. Amit, hogy, amit, amit talán szerencsésebb tud lenni, ha nem visszük ki ezt az árszintet, hanem gyakorlatilag alatta maradunk, és utána kezd el a nasdak lefele jönni a kontraktus nyitógebbe, akkor viszont biztos vagyok benne, hogy ez itt fog oldalazni, és nem megyünk az 52 000 550-es aj alá, és utána bizony ki fogjuk vinni ezt a likviditást, és remélhetőleg még magasabbra fogunk menni. Egyébként még egy pár szót szeretnék ejteni arról, hogy ugye nagyon sok szó esik itt a likviditásról az M2-es likviditás, amit figyelünk a Discordon, és ami alapján meghatározzuk részlegesen, ami alapján, meg nem ez alapján határozzuk meg egyértelműen, de ennek segítségével határozzuk meg a bitcoin aljat és tetőt ciklust, pénzügyi ciklus tekintetében. Ezt az M2-es indexet én nagyon sok helyen rosszul látom a Twitteren. Nagyon sok helyen a az m 2 indexnek az amerikai változatát, és abból is nem a jíróver Jirt teszik ki, de még aki a Jirover Jirt teszi is ki, tehát az egymás az előző évhez képesti likviditás növekedést a piacon, az is az Egyesült Államokét teszi ki, viszont a Bitcoin az egy globális valuta, vagy digitális arany nevező bárminek. A lényeg az, hogy a globális M2 indexet kell követni, tehát hogyha van rá lehetőség, a mikromakró oldalon, meg nem tudom milyen helyeken is megtalálható ez az index, mindenkinek megvan a saját forrása erre akkor az azért nagyjából korrelál, olyan 80 ba tehát nem 100%-osan korrelál. Például az előző ciklusnál előbb megcsinálta a topot a BTC, mint ahogy a likviditás index visszafordult volna, de hogy ez a likviditás nem ugyanaz a likviditás, mint az a likviditás, amiről most beszéltem a csártokon. Ezek a likviditások, amiket kis idősikon a csártokon figyelünk, ezzel kereskedünk nagyon-nagyon jó vinréttel, nagyon jó, jó riszklevárdal, és ennek semmi köze ahhoz a a globális totál likviditáshoz, amit a pénzügyi ciklusok tekintetében figyelünk. Ha tetszett ez a videó, kérlek, 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 ozd meg valakivel, nézd újra, vizsgáld meg azokat az apróságokat, amiket a csárton mutattam, hát, hát ha leesik valami, és azt kívánom, hogy a bitcoin vagy a dollár legyen veled, amelyik neked szimpatikusabb, és ne feled, a profit faktor benned is ott van. Találkozunk a következő videóban.